Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én Dani vagyok, és hát most ez egy eléggé szomorú videó lesz. Ugyanis hát nagyon sajnálom srácok, de ez lesz a utolsó videóm. Szóval tényleg nagyon sajnálom, de nem akarom tovább csinálni ezt a YouTube-ot. Úgy döntöttem, hogy inkább elmegyek nem tudom mást dolgozni, nem tudom például utcas röprögetőnek, meg mit tudom én. Szerintem az a munka sokkal jobban illik hozzám, meg kishez, mert ezt írta nekem a kommentben az egyik ember. Szóval tényleg sajnálom srácok, amúgy vicceltem, nem? Ha-ha! Bevettétek! Mondjuk kétlem, hogy bárki bevette volna, mindegy! Sziasztok srác, kétlem vagyok, és ímét egy következő videó! Sziasztok, szép jó napot! Ja, megint délután van, na! Szóval, ugye szokásosan a videók elején, ugye mindig elmondom, hogy tetszik a videó, akkor nyugodtan dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, hogyha nem tetszik, akkor pedig nyugodtan diszlájkoljatok. És ha valaki pégítetes terméket akar venni, ugye a leírás legfelső sora, ezeket mindig elmondom. Na, vágjunk bele a dolgokba! Itt vagyunk kissel a legeslegújabb, legmenőbb házamba, ami már ilyen kibővített ház, szóval extrém király. Gyors, amúgy ezt megnézem. Nem. Miért nincs a chestbe soha semmi? Én ezt utálom, ezt a kovácsot. Na, szóval itt vagyunk igen ebbe a csodálatos házba, itt van kis. Szia kis, köszönjön, nézzük meg minden. És ja, nagyjából akkor be is mutatom nektek itt a dolgokat, hogy mi hogy van elrendezve a falunkba. Iszonyatosan király, gyors, felveszem azért a diaszetet, mert ez mindig rajtam kell, hogy legyen. Kis te addig nyugodtan várj meg itt. Kívülről így néz ki. Szerintem nagyon-nagyon epic, tehát nagyon-nagyon epicül néz ki, a 100%. Szóval, ja. Maga a falu az egy átlagos kis falu, semmi extra dolog nincsen benne. Igazából, ja, falu. És amúgy, ja, amúgy abba, srácok, amúgy el tudunk érni szerintetek nagyon-nagyon sok lájkot. Tehát, ha mondjuk azt mondom, hogy 8000 lájk, szerintetek el tudjuk érni? Próbáljuk meg, nem tudom, nagyon örülnék neki, de ez mindegy, csak egy próba. Léci, aki tudja, az lájkoljon, köszi. Na, úgyis csak egy gombnyomás, nem sok dolog. Na, szóval, akkor itt van a gaming szobám, ami extra komoly. Itt van a számítógépem, azért ez nagyon-nagyon bitang, meg minden. Itt a videós szobám, hát itt így, itt egy kamera, és így hello, sziasztok, én Dani vagyok, és ez a 289. része a vlogomnak. Igen, ez nagyon menő. Nagyjából így ennyi. Mi van még itt? Ebédlő. Itt van az ebédlő, ez is azért extrém király. Itt ugye van kaja beadagolva, ez dobálja a kaját, meg ilyesmiket, meg itt van ugye három darab szék. Itt szokott ülni kis, itt szoktam ülni én, és néha jön látogatni Notch, meg Black, meg ilyenek, ők meg ott. És ja, nagyjából így ennyi, ez is nagyon király, jól néz ki szerintem. De amúgy írjátok a kommentben, hogy 10 per hány így a házam. Írjátok, hogy 10 per hány, és pontozzátok, légy szíves. Na, fürdőszoba. Igen, ez is egy eléggé jó királyhely, egy átlagos hűrőszoba. Itt van egy kis csap, ahol lehet kezet mosni. Ez itt a budi, ja. És jön a kedvenc részem, a zuhanyzó, ami felülről leenged konkrétan egy ilyen vizet, és mi a? Ez mi volt? Ez mi volt? Ne már! Leestem a... Ne már srácok! Leestem a csatornába! Mi a? De már, látok, én sodródok az árral, jó van, mindegy. Kiúszok így ide, már menjünk fel, jó. Mi a izé? Leestem a csatornába. Halljátok! Ez mekkora már? Megnyomtam az izét, hogy menjen a zuhanyzó, bementem és leestem a zuhanyzó, vagy a csatornába. Ez nagyon extrém. Ez mi már? És látok, ott kitört a blokk, de visszamenni nem tudok. Hú, de jó, nincs nálam semmi blokk, meg se csákány. De jó. Na jó van. Akkor nézzük meg, hogy tudunk innen kijutni. Ez így nagyon-nagyon gáz. Ez így nagyon-nagyon gáz lesz, ott egy koponya. Segíts! Nem már! Itt meghalt valaki! Én ugye nem fogok így, nem akarok így járni. Oké, mindegy. Mi van itt? Alkotmány készítője Alfonz. Várjátok, átugrok ide. Hát ez gyönyörű. Hát ez valami gyönyörű lett Alfonz. Ez nagyon-nagyon szép. Ott vannak ilyen kis, nem tudom, repedések. Megtalállak. Hát ez nagyon jó, ez egy kicsit így para, meg ilyenek. Na mindegy, menjünk végig, ott van a vége, ahogy látom. Szóval annyira sokáig már talán nem fog tartani. De mindegy, jó. Akkor én megpróbálok szépen végig futni, és hát nincs itt semmi. Nincs itt semmi. Ne mondjátok komolyan, hogy itt kell meghalnom. Eddig, ilyen egy csatorna, eddig tart. Ennyi volt. Itt van valami lyuk. Aha.
Itt van valami lyuk, meg itt hirtelen fény lett, lol. Itt egy lyuk, srácok. Ide nekem le kéne mennem? Nem már, de én se tudok feljebb jutni, most nekem le kéne mennem egy lyukba? Itt van föld. Ha nagyon, nagyon okos lennék, akkor ezeket kiáshatnám. És majd vissza tudnék építeni, de tudjátok mit, nem vagyok okos, kíváncsi vagyok, kiszedek egy kis földet, hogyha bármi gáz lenne, legalább vissza tudjam magamat építeni. Nem sokat, de azon még ki se tudja, hogy leestem ide. Aj, na mindegy. Ennyi földet kiszedek, hogyha nagyon nagy gáz van, akkor legalább vissza tudjam magamat építeni. Aztán ja, na jó van, nézzünk le így ide. Jó, oké, élek, itt van valami. Ez ilyen ember által kreált dolog, vagy nem tudom mi ez. És ott van valami név. Ott van valami név. Az mi? Mi ez? Lám-lám kitévet a földemre. Mi ez? Csatorna szörny. Uramatyám, de ronda vagy. Cső, mit képzelsz, hogy ide jössz? Nem én jöttem ide. Kikérem magamnak, én leestem honnan. Figyelj már, csatorna szörny. Csá. Nagyon-nagyon szép a birodalmad. Vagyis hát, ja, gondolom. Nincs jogod ehhez. Ne, mondom, hogy nem én csináltam. Amúgy nem azért mondom, de... Figyelj, én ott fent élek, és én, ha mondjuk WC-re megyek, az lemegy ide, és te abból élsz. Tehát, hogy ez így, ez gázabb, mint amit én csinálok. Nem érdekel. Aha, tehát most te PvP-zni akarsz? Rajtam van a gyémán cuccom, legalább amúgy ezt elhoztam. Szóval, csatorna szörny, haha. Mi az, hogy haha? Amúgy ez mi? Szerinted van olyan, aki bedől ennek a csapdának? Nem azért, de wow, eléggé béna vagy. Nem azért mondom, ezt a csapdát én szétütöm. Na, jó van, béna vagy, mindegy, megöljük akkor. Figyelj, én megöllek téged, hogyha nagyon akarod, de nem akarok izélni, bajod van? Figyelj, nem akarok balhét, csak juttass ki innen, jó? De nem lesz semmi, jó? Csak juttass ki. Ennyi, és nem kell pvp-zni, nem kell meghalnod, nem kell, nem lesz bajod, nem. Viszont nem, Istenem. Nem egy szép, hogy kiutatnál, nem, te küzdeni akarsz. Persze, hát miért is ne? Nagyon jó gondolkodás, tényleg. Nem foglak kijutatni, jó, hát akkor megöllek, akkor nekem az is jó. Na jó van, hát srácok, akkor meg kell ölnem ezt a csatorna szörnyet. A trónját amúgy, hogyha szétszedem, azzal felbírnám magamat építeni. Ez amúgy, jaj, ez amúgy egész jó ötlet. Amúgy, szóval ja. Na jó van, akkor figyelj, a trónodat fogom felhasználni, hogy a kijutáshoz, csak szólok, amiután meghaltál. Szóval, nem tudom, én a helyedben nem lennék annyira vidám meg ilyenek. De mindegy, na figyelj, nézd, így fogom szétütni szépen a trónodat. Haha. Jaj, csóró. Na mizu van, ne, de hogy nem, ennyit a trónodról. Csácsá. Csóró. Jól van, nyugi van. Na, jó van, nem érdekel, gyors vépézzük le a srácot. Jaj, azt mondom, hogy ki is itt van, már halucinálok. Na, jó van, annyira büdös vagy, hogy már halucinálok, hallod? Eléggé gáz. Na jó van, mindegy. Na, gyors srácok, ezt a csatorna szörnyet lepvp-zem, aztán én szépen kijutok. Szerintem még a videóban még lehet be is vágom azt, hogy én kimegyek innen. Mert amúgy, ja, meglátjuk. Nem tudom, hogy mennyire lesz hosszú, mennyi ideig tart legyőzöm, de remélem minél hamarabb megvan, aztán még gyors kijutunk innen, aztán még kisebb talán lesz időm elköszönni. Véged! Na, nagyszerű, hogyha majd kijártod a, vagy megtanultál írni, akkor majd majd beszélek veled, na. Csatorna szörny, mi van veled? Nagyon menekülsz. Na, ennyire félsz? Figyelj, megadom neked az esélyt, hogy megad magad. Na, figyelj, most menekültél el. Nem azért, de én a helyedbe félnék. Na? Nem? Team? Oké. Ennyi. Jó, figyelj. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy teameltél. Ó. Na, figyelj, dobd el a fegyveredet. Dobd el a... De... Na jó, kiégek. Srácok, már nincsen sok OP-a, nem, szóval okosan kell. Na mindegy, na, gyerünk, ha hallod, mennyire izé vagy, prim, azt ami letímelsz. Na jó, tudod mit? Sok sikert, szia! Jó van. Én felépítem magamat. Jajaj, nehéz itt. Felmenni, ne már! Na jó, nem érdekel, most ezek után tényleg megöllek. Na jó van, gyere ide, komolyan mondom, megöllek. Hú, de nagyon felideges tesz. Aj, na jó, alig van ópiam, már szét kell, meg kell ölni. Gyerünk. Jaj, jó van, nem érdekel, öljük meg a srácot. Nagyon fejideges, tehát ki akartam jutni, direkt itt akartam hagyni. Erre elkezd ütni és szétüti. Na jó, hallod? Ezt másodjára csinálod? Add már meg magadat! Hagyjuk békén egymást, jó? Figyelj, itt maradhatsz, jó? Szia! Na, nagyszerű. Hagyjál békén! Nézd meg, milyen béna. Na jó, nem akarom csórot megölni, én inkább lépek.
Hagyjuk szerintem. Gyere le! Hagyjál békén, gyere fel! Gyere fel, hogyha mehetsz, te én inkább tűnök innen el. Na itt hagyom neked a csatornát, amúgy simán megöltük volna szerintem. De nem akarom most sólót inkább bántani, én inkább visszamegyek szépen fel. Nem akarunk úgymond megölni mindenkit, nem az a célunk, én csak vissza akarok szépen jutni a házamba. Aztán csá, ugye nem követ? Jó, nem követ, királyság. Na, srácok, valahogy úgy kéne feljutni, hogy így. Jaj, de jó, hogy nem arra építek, jaj. Jó? Valahogy így kéne megoldani a visszajutást. Jó, meg vagyok! Hú, visszajutottam! Jaj, de jó, és itt egy slime. Jó, ezt megöljük, ezt hasonlítom ugye a csatorna szőre emlékeztet, jó? Oké, csá, slime. Nagyon kedves, hogy így szannoltál, na mindegy. Jó, na! Srácok, kijutottunk! Hú, nagy nehezen, de meg tudtuk csinálni. Srácok! Hú, köszönöm szépen, hogy itt voltam ebben a videóban. Hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot. És ilyesmi. És ja, ennyi. Találkozunk legközelebb, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok, és találkozunk legközelebb. Csá, csá!